A tigrisek közül a szibériai tigris a legnagyobb a maga 300 kg-os tömegével. Ebből az alfajból 6 egyed is megtalálható a Nyíregyházi Állatparkban, akik az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek Sóstóra. De a világon fennmaradt, ma is élő 6 alfaj közül nem csak a szibériai tigriseket láthatják az állatkert látogatói. 4 alfaj közül a maláj, a szumátra és a mögöttem lévő szibériai tigrisek is benne vannak ebbe a speciális programban. A szibériaiknál már rengeteg szaporulat volt, a maláj és a szumátrai tigris pároknál pedig most bimbózik a szerelem, reméljük, hogy itt is hamarosan utódok születnek majd. Az egyes alfajok más-más méretekkel rendelkeznek. A legkisebb a szumátrai tigris, testtömege átlagosan mindössze 100 kg, harmada a legnagyobb szibériai nagymacska súlyának. A ragadozók inkább híresek nagy termetükről, mint táplálékszerzésük hatékonyságáról. 10-20 vadászatból csupán egy sikeres. Többek között az életterük drasztikus csökkenése miatt tartoznak a tigrisek a veszélyeztetett fajok közé. Erre hívja fel a figyelmet a Tigrisek Világnapja. A természetben egykor 100 000-es nagyságban éltek tigrisek, a populáció azonban drasztikusan csökken, a régi élőhelyük csupán 7%-án fordulnak elő, és az összes alfaj kb. 7000 egyede található meg a szabad természetben. A Kaszpi, a Jáva és a Balti tigris már kipusztult, csupán 6 alfaj él a világon, és ők is végveszélyben vannak. Például a szumátrai tigris, amire talán a legbüszkébbek vagyunk, összesen 300 egyed él belőle világszerte, és olyan 500 állatkertekben. A nagymacskák fekete báránya a fehér tigris, amely a bengáli tigris egyik mutációjaként jött létre. Az első fehér tigrist 1951-ben fogták be Közép-Indiában. Ettől a nagymacskától származik az összes élő fehér tigris, akik mind fogságban élnek, hiszen ez a színváltozat nem élne meg a természetben, nem tudna rejtőzködni.